Úgy tűnik, sikeres volt a főváros nyomásgyakorlási kísérlete. Az Energiaügyi Minisztérium ugyanis bejelentette, törvénymódosítást nyújtanak be, ami lehetővé teszi, hogy a nem lakossági fogyasztók számára megemeljék a szolgáltatók a vízdíjat. Hogy ez mennyire oldja meg a fennálló problémákat, azt Tüttő Katától kérdezzük. Főpolgármester helyettestől, az MSZP alelnökétől jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Miért engedett most a kormány ön szerint? Nem tudom, annak örülök, hogy ki tudtam mozdítani a vízügyet. Ugye nagyjából nyár óta beszélek erről elég intenzíven, hiszen az energiaválság az összes vízszolgáltatót átlökte gyakorlatilag a szakadéknak a peremére. Ugye beszélünk a rövidtávú vízbiztonságról, tehát hogy ki tudják-e a vízszolgáltatók, mind köztulajdonú cégről beszélünk, a béreket meg az energiát fizetni, meg van egy hosszabb síkja, mindig elmondom, hogy a föld alatt vannak ezek a vízcsövek, és nagyon-nagyon öregek már. És az elmúlt egy évtizedben ez az adósság csak nőtt. Az biztos, hogy kimozdítani sikerült, és szerintem ebben van szerepem, de azért azt is látom, hogy egy elég izgalmas pályára helyezi ezt a kormány. Mi fog történni, amit én látok? Ugye az az alapelvük, hogy mindenről ők akarnak dönteni, a magyar kormány akar dönteni. A budapestiek összes adóbevételéről a magyar kormány akar dönteni. Az Európai Uniós pénzek elköltéséről a kormány akar dönteni, a fővárosi beruházásokról. Hogy találták ki ezt ki vízügyben? Mit találtak ki? Gyakorlatilag ugye a mai helyzet az, hogy féláron kell adjuk a kormány miatt a vizet, ugye a automosoknak, iparnak, gyógyszergyáraknak. Ez most megszűnik, ha jól értem, bár még nem láttam konkrét jogszabályt, de ez megszűnik, és a kormány fogja megemelni a gazdasági szereplőknek a vízdíját, fogja megmondani az országban, hogy kinek mennyit kell fizetni. Ami ebben egy új izgalmas elem. Tehát ezt nem mondjuk a vízközmű cégek, vagy a főváros dönti el? Nem, az energiaügyi miniszter fogja eldönteni. Eddig is lehetőség, nem hogy lehetősége, de kötelessége lett volna minden évben az energiaügyi miniszternek kihirdetnie azt a vízdíjat a gazdasági szereplők számára, a lakosságot védve, ami fedezi a vízszolgáltatás költségeit. Ugye akkor most fogalmunk sincs, hogy ez mennyivel emelkedhet. Fogalmunk sincs. Amit látok viszont, hogy egy új elem érkezett meg. Ugye nagyon-nagyon sok 100 milliárd forint hiányzik az országban a cső hálózatból. Nagyon öreg. Vannak olyan települések, ahol a kitermelt víz fele elfolyik, van olyan település, ahol 80%-a elfolyik a víz alatt. Rengeteg pénz hiányzik. A kormány abban gondolkozik, ha jól értem, hogy csinálnak egy nagy állami alapot, Budapestről be fogják szedni a gazdasági társaságoktól a pénzt, beteszik egy állami alapba, és a miniszter fogja eldönteni, hogy ebből a pénzből, amit Budapesten beszedtek, melyik településen vagy melyik akkumulátorgyárhoz fog épülni infrastruktúra. Ezt miből látja? Mert azt mondta, hogy nem látta még konkrétan a jogszabályt. Amit most beterjesztettek törvényjavaslatot, abban még nincs benne a díj, hogy mennyit kell majd fizetnie a gazdasági társaságoknak, abban csak az a módszer van, hogy a miniszter hogy fogja ezt kihirdetni, de az benne van, hogy létrehoznak egy állami vizes alapot. És ebbe az alapba kell majd minden szolgáltatónak befizetnie azt a pénzt, amit egyébként saját maga fejlesztésre fordítana, tehát mi Budapesten velünk be fogják szedetni a gazdasági társaságoktól a pénzt. És maximum onnan visszaigényelhet, ha és kap. Csak ugye hogy járt Budapest? Volt egy energiaártámogatási alap. Mindenki kapott ebből támogatást. A fővárosi vízműveknek is pont annyival emelkedett az áramszámlája, mint másoknak. Ugye mi se kaptunk Paksról 11 forintos áramot, meg a többi szolgáltató sem, hanem a piacról vásároltuk. Csak az a különbség, hogy mi egy árva vasat nem kaptunk. Tehát ahogy a Lánchíd pénz soha nem érkezett meg Budapestre, úgy nem érkezett egy forint sem az energiaártámogatás. Ugye nekem nyilván az a félelmem, és nem is tartom egészségesnek, hogy megint a kormányzat akarja eldönteni, hogy Szegeden, Pécset, Miskolcon, Budapesten hol kell 70 éves, 100 éves vezetékeket cserélni. De egészen abszurd. No, hát már meglátjuk, hogyha kijön, akkor konkrétan, hogy mi lesz, vagy végrehajtási rendelet, vagy mikor lesz ez, mikor tisztázódik, amikor már pontosan lehet látni, hogy mi szerintem ennek heteken belül ki kell derülnie. Azért is izgalmas, ez ugye ma volt egy záró eseménye, gyakorlatilag az elmúlt egy hónapban 30 milliárdnyi Európai Uniós támogatással megvalósult vizes beruházást zártam le. Európai Uniós támogatásból építettünk csatornát, építettünk új vízvezetéket, cseréltünk 3000 ólomalapú bekötést a lakosságnál, újítottuk fel vízkitermelő kutakat.
az árvízvédelem, ugye a Dunának a két oldalán, Budán és Pesten egymással szemben két árvízvédelmi művet építettünk meg, és szeretnénk folytatni Európai Uniós támogatásból, nagyjából 30 milliárd forint, amit csak az elmúlt egy hónapban zártunk. És igazából ugye ez az, amire mi koncentrálunk, ez az, amivel én foglalkozom, hogy Budapest helyesen költi el az Európai Uniós forrásokat, és ebből van hármas metró, ebből vannak új villamosok, ebből van hulladékválogató, ivóvíz, csatorna, árvízvédelem. Nekünk most a legnagyobb feladatunk az, hogy Magyarországnak maradjanak barátai az Európai Unióban, és valahogy a kormány meg tudjon állapodni, mert ezek nélkül, az Európai Uniós pénzek nélkül egy csomó fejlesztés nem valósulnak. Utolsó gondolat, korábban a fővárosi vízművek is pert fontolgatott az állam ellen, mert ugye azt mondják, hogy 10 éve változatlan áron kellett adnia mindenkinek a vizet, ez pedig óriási veszteségeket okozott. Ezekkel a perekkel mi a helyzet, elindulnak? Ezek a perek készülnek, és ahogy látom, ezt az új jogszabálytervezetet sok másik per követi. Tehát ahogy még az én perem is az energiahivatallal szemben még folyamatban van, hiszen én pert nyertem első fokon, hogy azokat az adatokat, azokat a számításokat ki kell adni, amiket közpénzből állítottak elő, nem akarják odaadni, folyamatban van egy kártérítési per is, és ha megint a budapestieket akarják kifosztani, akkor ebből is per lesz. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen. Most pedig jön a Géniusz újabb fordulója, én pedig kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, holnap este újra várjuk Önöket.